És most is arra gondolok, hogy hát nálatok királynő választás. Ezt nem tudom pontosan, most általános királynő vagy szépség királynő, de mindegy, a lényeg a királynő. És én arra szeretnék mindenkit buzdítani, hogy szavazzatok Roxyra, legyen Roxy a királynő. Sziasztok! Még Csonka András színész is Renketz Roxana bátaszéki gimnazistának szurkolt egy közösségi oldalra feltett videóban, hogy nyerje meg ő a királynő választást. Végül a 11. osztályos lány sikerrel járt, ő lett második Géza gimnázium királynője. Pár úgymond hírességet is szereztem így, vagyis igazából a barátom szerzett, és megkértük őket, hogy egy úgymond kampány videóban mondják el, hogy rám szavaznak, köztük ilyen volt Csonka András is. Géza király pedig az akcióhősök iránt rögeszmésen rajongó Flóderel Károly lett. Nagyon jó érzés, mert amióta először láttam egy ilyen királyválasztást, azóta szeretnék én is király lenni. A bátaszéki második Géza gimnázium minden évben megválasztja uralkodóját és uralkodó nőjét, akik egy éven keresztül képviselik az intézményt a város jeles eseményein. A hagyományokhoz hűen a királyválasztást követően a diákok hódulatukat fejezték ki az uralkodójuk előtt. Vagyis a gimnázium minden osztálya írt egy humoros szöveget az uralkodó párról, amiből kiderült, mi jellemzi őket, sőt még közös titkukra is fény derült. Szívből gratulálunk a királyi párnak, akik 2 éve nyáron titokban együtt jártak. Az iskola névadójához fűződő rendezvénysorozat egyik állomása ez. Ez egy nagyon régi hagyomány. 1988-ban vette föl az intézmény a második Géza nevet. Ugye második Géza király alapította Vátaszéken a ciszterci apátságot, és ez volt Magyarország első ciszterci monostora. Tiszteletből választotta az iskola, korábban nem volt neve, csak Vátaszéki gimnáziumnak hívták. A következő évben volt az első királyválasztás és királykoronázás, még nagyon szerény körülmények között. Az iskola névadója második Gézához kapcsolódó rendezvénysorozat az új uralkodók beiktatásával zárul majd március 1-én a Géza gálán.